Most az első C-osztállyal kijöttünk, hogy a három madáretetőt feltöltsük madárelesékkel, és felkészüljünk a téli madáretetéshez. A gyerekek szokják azt, hogy télen etetni kell a madarakat, mert legyengül a szervezetük, a hóban majd nem találnak eleséket. Nagyon sokan még nem etettek madarakat, pedig kertes házas övezetben élünk, és szeretném nekik ezt bemutatni is, hogy gondoljanak erre is következőben, mert hogy nem jó az idő. Azért vagyunk mi most itt, hogy a madarakat megetessük, mondjuk a címkét, mert ők még ilyenkor nem mennek el, fecskék, meg igen, délszerűen. Fel tudja mászni, de meg így. Nem tud felmászni, hogyha úgy tudod a lépcsőn el. Mondjad, mit csinálsz? Ezt a tényleg mi van? Hogy hívjuk ezt? Na, miért kell nekik ilyenek? Hát, miért gyengülnének el? Mert nem kapjuk elsőt. De miért? Nincs elesik ilyenkor őszre? Nincs. Miért nincs elesik? Van. Laura, mondd el, miért nincs elesik oda Gábor bácsinak. Majd Gábor bácsi kivárja. Azért, mert a gyűzták bebújnak a föl. Mert ilyenkor kivárják. Azért tetszik a madaraknak, mert télen a giliszták meg a bogalak elbújtak, mert hideg van és nem találnak élelmet. És akkor kipusztulnak. Szép van szedve! Szép van szedve! Nem kéne, meg kéne szerelni! Fogod a létrát, nehogy leessenek a lányok, jó? Laura, itt oldal! Én is fogom. Zsuzsi, okay. Másik. Megfogja addig a... Addig én megfogom, addig megfogom. Vödök, jó? Minden is. De csengye szalítát fog! A legközelebb másik. Fogom Gábor. Fogd a létrát. Én is fogom Gábor. Akasz fel. Ne, akasz fel. Akasz fel, Gábor. Fogom. Igen. Az én oda fogom. Hogy lógjon. Gábor, segítsen! Azt csináltam most, hogy feltettem ezt a madár eleséget.